Ezek a készülékek nem csak a nyári hőség enyhítésére, hanem a hűvösebb hónapokban fűtésre is használhatók. 15 évvel ezelőtt szereltettünk a nappaliba egy klímát, mert éreztük a nyáron, hogy nagyon-nagyon meleg volt, de nagyon sokat segített, nagyon kellemes hőmérsékletet tudunk csinálni a klímával, és most a, a, hogy hirtelen a meleg után lehűlt a levegő, nagyon sokat segített, mert ez egy hűtő-fűtő klíma, és a fűtést le tudtuk most használni átmenetileg, nem kellett bekapcsolnunk a házban a rendes fűtést. Sokan nem megfelelően alkalmazzák ezeket a hűtő-fűtő rendszereket, ami gyakran megbetegedéshez vezet. Fűtésnél azt próbáljuk beállítani, hogy minél viszintesebben fújjuk be a levegőt fönn magasan tartózkodási zóna felett, mert a hideg levegő az gravitációnál fogva lefelé száll ezért próbáljuk föntbe fújni. A meleg levegő viszont ugye mivel felfele száll, az kényszerítve egy klímás ütésnél le kell fújni, minél gyorsabban és minél nagyobb erővel le kell kényszeríteni padló szintre. A szakértők azt tanácsolják, hogy a klímát tulajdonosaik az őszi időszakban és az enyhébb téli napokon is bátran használják. A klímával való fűtés ugye az azt jelenti, hogy hőszivattyúzunk, ugye az összes klíma, amivel fűteni tudunk, az egy hőszivattyú, ezek levegő-levegő hőszivattyúk. Körülbelül ugyanazt a hatékonyságot várhatjuk, nyilván minden hőszivattyú között azért van különbség, de mindenképp energia megtakarításban egy hőszivattyúval sokkal jobb eredményeket tudunk elérni, főleg az átmeneti időszakban. Főként azokban az épületekben javasoltak klímával történő fűtés, melyekben napelemek termelik az áramot. Ennek köszönhetően egyre többen térnek át az alternatív energiára, melynek következtében a légkondicionálók iránt is nő az igény.